Hallottad, Zolival beszéltem, hogy az Erikának a munkahelye megszűnik, mert az a cipőbolt, ahol ő eladó, tudod, már évtizede is talán, bezár, tulajdonos abba hagyja, mert most pihenni akar. És van nekik másik boltjuk is, gondolom. Lehet, azt nem tudom, de hogy végül is aztán úgy döntöttek, hogy átveszi a boltot az Erika. Csak fel kell venni hozzá, hogy 20 millió forintot hitelt, mert az árukészletet ki kell fizetni. Na hát igen, az azért nem kis kockázat, meg megterhelés. De még milyen szerencse, hogy volt egy ilyen lehetősége, igen, hogy nem az utcára került, hanem végül is átavanzsált vállalkozóvá. Beled is kényszer vállalkozás. Igen. Tenni, vagy nem jó, jó szívvel, vagy... És sokkal nagyobb kockázat, mint az a vállalkozás, amit mi csinálunk. Hát ez biztos. Én csodálkozom ezen, hogy amikor ugye azt mondjuk, hogy kockázat nélkül, meg befektetés nélkül elkezdheted, van, aki annak a csomagnak az árát, amit végül is terméket kap érte és elfogyasztja. Tehát az nem egy ilyen beugró, amiből nem lesz semmi, hanem termékek, amit megvesz magának, hogy még ezt is úgy fordítja, mintha ez neki egy befektetés lenne, és sokalja, és kockázat. Holott, amikor az ember egy ilyen üzletet nyit, egy cipőboltot, egy pékséget, egy bármit, egy kis vállalkozást, akkor ennek a többszörösét kell. És én nem tudom, hogy ilyen, innentől kezdve, hogy lesz neki szabadság, meg bármi ilyesmi, mert azért, amikor elkezd valaki beáll egy ilyen vállalkozásba, ott szerintem évekig csak nyomni a melót, ott nincs olyan, hogy most kiszállok, szabadságra megyek ide-oda. Vagyis én úgy tudom. Én emlékszem, amikor mi is csináltuk a grafikai stúdiót, egyszerűen én azért utáltam meg a karácsonyt, mert nekünk a karácsony az nem azt jelentette, hogy szépen lelassulunk advent idején, és akkor karácsonyra megérkezünk, és együtt ünneplünk, hanem az utolsó pillanatig kártyanaptár és egyéb ilyen évvégi grafikai munkák, és egyszerűen nem volt ünnepi hangulat, mert beestünk úgymond az ünnepi asztalhoz. Szóval az egy nagyon hajszás dolog, ha az ember a saját vállalkozását csinálja. De mondjuk ebben a vállalkozásban ez itt abszolút nincs így. Hát így van, itt nincsen csúcsidő végül is. Lehet, hogy emiatt van az, hogy az emberek sokan nem veszik talán annyira komolyan, mint egy olyan vállalkozást, amikor felvett 20 millió forintot kölcsön. Mert akkor nem tudom, hogy alszik-e egyáltalán nyugodtan, vagy... Hogy tud-e. Igen, én nagyon örülök, hogy nekünk ilyen nagy rizikót nem kellett vállalni. Nem, a másik meg, hogy tényleg, ha éppen egy olyan dolog van, hogy most versenytáncol a gyereked, és ott kell lenni a tréningjén, vagy a versenyre el kell vinni, vagy bármi másokból, nincs időd vele foglalkozni, akkor ugyanúgy kihagyhatsz napokat, heteket, és később visszakapcsolódsz, az égvilágon semmi probléma nem történik. Amit viszont... Szerintem, ahol a legtöbb ember elszámolja magát, amikor belekezd egy ilyen... Elgaloppírozza magát, igen. Egy ilyen üzletbe, hogy valamit be kell fektetni. Ez pedig az ideje. Ja. Tehát ez is egy olyan üzlet, mint hogyha egy növényt kezdene el gondozni, hogyha gondozza, akkor szépen szárba szökken és nő. Hogyha viszont nem öntözi, nem gondozza, akkor meg elsorvad, és a legtöbb embernek a mag se kell ki, tehát odáig nem jut el, hogy egyáltalán az elvetett mag kikeljen. Mert én nem tudom, valamiféle csodára várnak, hogy amikor azt mondod, hogy kockázatmentes, meg befektetésmentes, ez valóban igaz. De nem jelenti azt, hogy nem kell vele foglalkozni. Hozzáteszi magába azt is, hogy munkamentes. Lehet. És ez a hiba. Igen, minden mentes. De akkor pénzmentes is. Tehát így, akkor már, ha már mentes, akkor mindentől. Ez így van.